Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Gyerekgyilkosság. Továbbra is börtönben marad a vádlott férfi. Aláírás. Kezdődik a bátaszéki agrárlogisztikai központ építése. Akadálymentesítés. 17 helyszínen 37 járdaszakasz újul meg Szekszárdon. Zöld szüret. A szekszárdi borvidéken csak néhányan szedték le zölden a szőlőt. A Tornatáj Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Újra gyilkolhatna a szekszárdi gyerekgyilkos, ha szabadlábra helyeznék. Erre utal a szekszárdi törvényszék friss végzése. A bíróságnak arról kellett döntenie, hogy szükségszerű-e továbbra is börtönben tartani K. Dánielt. A bíró szerint mindenképpen, ugyanis a korábban pszichológiai megfigyelés alatt álló férfi esetében komoly esélye lenne a bűnismétlésnek, vagy egy családon belül elkövetett erőszakos bűncselekménynek. Belemosolygott a kamerába, és a nyelvét is kinyújtotta még márciusban a szekszárdi gyerekgyilkossággal vádolt 19 éves férfi. Ezek a felvételek azelőtt készültek, mielőtt a bíró arról döntött, hogy 30 napra előzetes letartóztatásba helyezi. A szekszárdi járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra rendelte el a gyanúsítottak az előzetes letartóztatását, mivel megalapozottan gyanúsítható az erőszakos cselekménye. K. Dánielt ezután Budapestre szállították, hogy igazságügyi megfigyelés alatt döntsenek arról, beszámítható állapotban követte el a brutális gyilkosságot. A férfi egy későbbi lopási kísérlet miatt indult tárgyalásán, arról beszélt, nem akar hosszú évekre börtönbe menni. Az ügyvédje viszont már akkor azt mondta stábunknak, hogy erre semmi esélye nincs. Én elmondtam neki természetesen, hogy amennyiben az ő büntetőjogi felelősségét ezen ölési cselekmény vonatkozásában a bíróság megállapítja és az jogerős ítéletében ki is mondja, akkor nyilvánvalóan itt hosszú éves börtönbüntetésre kell számítani. A gyilkossággal vádolt férfit március óta tartják fogva. Egy ideje úgy tudjuk már a szekszárdi börtönben. A bíróság most ismét úgy döntött, hogy továbbra sem helyezhető szabadlábra. Az indoklás szerint, mert akár újra gyilkolhatna is. A szekszárdi törvényszék közleménye úgy fogalmaz, hogy K. Dániel esetében fennállna a bűnismétlés és a családon belül elkövetett erőszakos bűncselekmény veszélye. A férfi egyébként, mivel a gyilkosság idején még nem volt 20 éves, ezért legfeljebb 20 év börtön kaphat. Viszont folyamatban van ellene egy lopási kísérlet miatt indult büntető eljárás is. Ha a két ügyet a bíróság összevonja, akkor a büntetési tétel akár 25 évre is emelkedhet. A Duna vízszintje már 3 méter alá esett, és az előrejelzés szerint a hét végéig tovább apad a folyó. Vasárnap már csak 200 cm körül alakul a vízállás. Kritikus határnak a 150 centis víz számít, az alatt a nagyobb merülési mélységű hajókat csak félig rakodják, nehogy zátonyra fussanak. Egyelőre azonban biztosan nem kell vészes apálytól tartani. A Duna vízgyűjtő területein hullott csapadék hatására ugyanis kisebb árhullám indulhat el, így a vízszint várhatóan emelkedni fog, azaz nem alakul ki a tavaly nyári-őszi időszakhoz hasonló helyzet, amikor sorra dőltek meg a negatív rekordok. Hamarosan megkezdődik a bátaszéki agrárlogisztikai központ építése. Az ipari park első vállalkozása várhatóan jövő márciusban már meg is kezdheti működését. A tervek szerint ilyen lesz Bátaszék legnagyobb volumenű beruházásának, az ipari parknak első eleme az agrárlogisztikai központ. Az építkezés a területfejlesztési operatív program finanszírozásából valósul majd meg. A város a Tolnamegyei önkormányzata 550 millió forintos visszanemtérítendő 100%-os támogatásban részesült. Ez természetesen előkészítési, projektmenedzsmenti, műszaki ellenőri költségeket is tartalmaz. Maga a kivitelezés az mintegy 483 millió forint plusz áfa összeget fog felemészteni. Az aláírást követően szinte azonnal elkezdődhet a beruházás, mondta Cang Géza, a kivitelező cég vezetője. 1660 négyzetméteres hűtőcsarnok, panelos homlozati borítással, lapustetős kivitelben, és bent pedig a hűtőházaknak a tervszinti kialakítása történik. Ennek az épületen belül pedig az infrastruktúrának az elhelyezése.
A logisztikai központ az ipari parki beruházás első eleme. A város már tárgyalásokat folytat a további vállalkozásokkal. Az első egy gyümölcsfeldolgozó üzem lesz, melyre már a szerződések is megkötettek az üzemeltető és a város között. Több érdeklődő is van, aki úgy gondolja, hogy a terület adottságai, Bátaszék elhelyezkedése, akár közlekedési szempontból, illetve mindazok a feltételek, amit a város tud biztosítani, ez számára megfelelő lenne, és ezzel reméljük, hogy rövid időn belül be tudjuk népesíteni ezt az ipari parkot. Az agrárlogisztikai központ várhatóan márciusban kezdheti meg működését. 17 helyszínen 37 akadálymentes járdát alakít ki a szekszárdi önkormányzat a belvárosban. A fejlesztésekre 10 millió forintot költenek. Korábban 2017-ben már 50 hasonló beruházást végeztek el a Tolnai megyeszékhelyen, amik a helyiek szerint kifejezetten jól használhatóvá tették a babakocsival, kerekes székkel vagy kerékpárral közlekedők számára a városjárdáit. Egész nap dolgoztak a munkások a szekszárdi Csokonai utcában a járdák akadálymentesítésén. Nem csak itt építenek kis lejtésű rámpákat az autóutak és a járdák találkozásaihoz. A város 17 helyszínén 37 hasonló projekt kezdődik el hamarosan, így akadálymentes járdákat kap az Arany, a Béri Balog, a Csokonai, a Dózsa-György, a Holub, a Kölcsei, az Ibl Miklós és a Veselény utca, valamint a Várköz is. A beruházásokra a Paksi Atomerőmű Térségfejlesztési Alapítványától nyert 10 millió forintot az önkormányzat. Néhány hónappal ezelőtt tartottunk mind a 10 választó közvetlen szabadtéri fogadóórát, és ott is visszatérő kérés és probléma felvetés volt, hogy ezek a kereszteződések nehezen kezelhetők a nehezebben mozgók számára. Hát a fogadóórákon elhangzottakat is figyelembe véve döntöttünk, úgy, hogy az idejében folytatjuk ezt a programot. A belvárosban elkezdett, majd a külvárosi részekben folytatódó fejlesztés sorozatnak köszönhetően nem csak a kerekes széket használók számára lesznek komfortosabbak Szekszárd utcái, hanem a babakocsit, tolók és a biciklisek is könnyebben tudnak majd közlekedni a városban. Szekszárdon egyébként korábban, 2017-ben már több hasonló fejlesztést elvégeztek, amiket a visszajelzések szerint kifejezetten kedvelnek a helyiek. Akkor 50 helyszínen összesen 50 ilyen megoldást találtunk, 50 ilyen rámpát építettünk ki. Most ezt a munkát folytatjuk tulajdonképpen. A járdák akadálymentesítése mellett a járdafelújítási program is folytatódik. Erre idén 20 millió forintot költ el a szekszárdi önkormányzat. Felújítanák a művelődési házat és új eszközöket szerezne be a Faddi önkormányzat. A Magyar Falu Program első pályázatából kapott pénzösszegből kulturális fejlesztéseket hajtanának végre, mondta a település polgármestere. Ilyen állapotban van a Faddi művelődési ház külső szigetelése. A település egyike azoknak a községeknek, amik elnyerték a Magyar Falvak Program első szegmensének pályázatát, amelyben közösségi terek fejlesztésére és a helyi identitás növelésére pályázhattak. Fülöp János, a település polgármestere azt mondja, szeretnének egy nagyobb felújítást végezni a művelődési házon. Művelődési ház felújítására, megújítására és eszközökre pályáztunk szintén a művelődési házba. 7,5 millió forintos volt a pályázat összegünk, ebből 5 millió 400 ezer forintot nyertünk. Nyilván majd el kell döntenünk, hogy mind marad el. Volt egy közönségszervező beállítva, a külső homlokzat javítása. Az épületen azonban van még mit javítani. A színház teremben egy új falburkolatot szeretnének készíteni, valamint új kiállító paravánokat és eszközöket beszerezni. A Faddi Boroka táncegyüttes részére pedig új fellépő ruhákat pályáztak. Egy szebb környezetbe szívesebben jönnek az emberek, és hát ugye itt eszközöket is pályáztunk, például a Boroka együttesünknek ruházatot, tehát fellépő ruházatot, ami szintén gondolom én, hogy az előadásoknak a minőséget javítani fogja, hogyha szép ruhába fognak ott föllépni a barokások. A Magyar Falu Programra olyan települések jelentkezhettek, amelynek létszáma 5000 vagy ez alatt van. A program célja közé tartozott a községek falvak fejlesztése, és ezáltal vonzóbbá tétele a fiatalabb generáció számára, valamint az elvándorlás megállítása. A kormány 6 milliárd forintot biztosított a program első pályázataira. Túl sok volt a bor az országban, ezért adott lehetőséget a gazdáknak az Agrárminisztérium arra, hogy zölden leszedjék a szőlőt. A szekszárdi borvidéken alig volt olyan termelő, aki a zöld szüretet választotta. Bősz Adrián, a hegyközség elnöke azt mondja, szükség lenne egy erősebb bormarketingre az országban.
A legutóbbi statisztikai adatok azt mutatják, túltermelés van borból Magyarországon. Megközelítően 4 millió hektoliter van készleten, amire 3,2 millió hektoliter fogyasztást számolnak. Annak érdekében, hogy ne legyen további többlettermelés, a hegyközségek nemzeti tanácsa felajánlotta a zöld szület lehetőségét a gazdáknak. Aki vállalta a termés teljes leszedését zöld állapotában, az önköltségi árának megfelelő támogatást kaphatta. Ez Magyarország minden borvidékére ki volt írva. Nem egy örvendetes dolog, tehát nem örülünk neki. Én elmondhatom, hogy így a szekszárdi borvidék képviseletében mi jól állunk. Nálunk, ami beérkezett igény, az mindösszesen 39 hektár. Ez 38 hektár a bátaszéki hegyközséghez érkezett be, és 1 hektár érkezett a szekszárdi hegyközséghez. Tehát összességében ez így az országos átlagban ez nagyon-nagyon a hátsók között szerepel, tehát mi relatív nem nagyon élünk ezzel az eszközzel. A szekszárdi borvidék megközelítően 2500 hektáron terül el, ebből a 39 hektár szinte jelentéktelen, mondja Bősz Andrián. Átlagosan 6300 mázsa szőlőterem a területen, és ennek jelentős része el is kell. Jelenleg 22 liter bort fogyaszt személyenként egy évben egy magyar, néhány éve ez 34 liter volt. A hegyközség elnöke azt mondja, jelentősen javítani kéne a marketingen. Felméréseket kellene erre is végezni. Aztán bízunk benne, hogy majd ez a 22 liter idővel megint csak növekedni fog, és minden ilyen jellegű probléma meg fog oldódni. Kitüntették a Szabolcs-Szatmár-Bered megyei viharkároknál segítő önkéntes tűzoltókat. Tolna megyéből 6 csapat 15 fővel indult útnak, hogy segítsen a hivatásos szerveknek a kármentesítésben. Még egy kicsit. Így szedték le a szekszárdi kutatómentő csoport tagjai az egyik Szabolcs megyei épület tetejét a fáról. A június végi vihar percek alatt söpört végig Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén, ahol több mint 93 településen okozott áramkimaradást, döntött fákat házakra vagy éppen csavart ki a helyükről. A Tolna megyei önkéntes tűzoltó szervezetek a vihar helyszínére értek, és azonnali segítségnyújtásba kezdtek. Ezért kaptak kitüntetést az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetőjétől Góra Zoltántól, amit a megyei katasztrófavédelmi igazgató és a Tolna megyei közgyűlés elnök adott át az önkénteseknek. Balázs Gábor köszöntőjében kiemelte, hogy emberfeletti munkát végeztek a csapatok, és büszke rájuk. Nagyon fontos, hogy az az összefogás, amely megmutatkozott 27-től kezdve a károsult településeknek a megsegítésére, az milyen jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy mintegy 2,5 nap alatt szinte az összes káresemény felszámolásra került. Fehérvári Tamás azt mondta, fontos, hogy minden esetőségre felkészüljenek az emberek, és méltatta az önkénteseket, amiért gyorsan és precízen végezték a munkájukat. A Tolna megyei közgyűlés elnöke azt is mondta, jó érzés Tolna megyeinek lenni egy ilyen összefogás után. Ismét jó volt Tolna megyeinek lenni. Ez a természeti csapás, ami Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érte, ez ismét bizonyította, hogy ilyen messziről Tolna megyéből is tudunk segíteni. És ahogy hallottam itt most ezen a összejövetelen, nem csak Tolna megyéből, hanem külföldről is érkezett segítség, Lengyelországból, Szlovákiából, Erdélyből. A Szabolcs megyeiek segítségére 6 Tolna megyei önkéntes tűzoltó és kutatómentő csapat sietett, 15 fő kapott közülük elismerést, amiért segítettek felszámolni a vihar okozta károkat. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Megújul a Pécsi Kressz Park. 30 milliós munkák kezdődhetnek ősztől. Óvatosságra intenek a rendőrök, még mindig sok baleset történik az utakon. Hosszában úszták át a Balatont, Balaton akaratján értek célba a fiatalok. Megújul a Pécsi Kressz Park. Erre közel 30 millió forintot fordít az önkormányzat. A Páfrány utcai területen már évtizedek óta nem volt jelentős felújítás. Most pályázati forrásból nyílik erre lehetőség. A tervek szerint akár már ősszel elindulhatnak a munkálatok. Jelenleg kivitelezőt keres a város. Leharcolt kopott burkolat, táblák, így néz ki jelenleg az uránvárosi Kressz Park. Ez a helyzet változhat meg egy pályázatnak köszönhetően.
Uránvárosban a Kressz Park fejlesztésével egy több évtizedes hiányt pótolunk, hiszen ez a Kressz Park tulajdonképpen ugyanúgy néz ki, mint évtizedekkel ezelőtt, évek óta megérett a fejlesztésre, most lehetőségünk van közel 30 millió forintból felújítani a Kressz Parkot, ez a felújítás ez magában fogja foglalni a burkolati jelek, illetve a burkolatnak a cseréjét, de megújulhatnak a kressztáblák, a jelzőtáblák is. Az önkormányzat jelenleg az építőket keresi. Múlt héten indított a közbeszerzési eljárást, hogy kivitelezőt találjanak. Én bízom benne, hogy amennyiben a kivitelezési, közbeszerzési eljárás eredményesen lezárható, úgy az ősz folyamán már a tényleges munkákra fog sor kerülni, amelynek keretében megújulnak a kressztáblák, megújul a burkolat, megújulnak a burkolati jelek is, és valóban egy 21. századi a mai fiatalok igényeinek megfelelő kresszpark tud létrejönni vagy kialakulni Pécs városában. Ott jártunk, kor zárva volt a terület, így a kerítésen keresztül tudtunk csak felvételeket készíteni. Egyébként a 7190 négyzetméter árnyas parkban mintegy 700 méter kialakított úthálózat van, villanyrendőrrel, táblákkal, fénysorompóval. Ezt újítják fel, várhatóan ősztől. Még mindig sok baleset történik az utakon, mondta stábunknak a Baranya megyei rendőrfőkapitányság szóvivője. Az ütközések nagy része a sebesség nem megfelelő alkalmazása és a követési távolság be nem tartása miatt következik be. A rendőrség arra kéri a közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, a Kressz szabályait pedig mindig tartsák be. Július első hetében 35 anyagi káros, 10 könnyű és 3 súlyos sérüléssel végződő baleset történt Baranyában. Bár a személyi sérüléssel járó eseteknél két alkalommal merült fel az ittasság gyanúja, az ütközések nagy része mégsem emiatt következett be, tudtuk meg a Baranya megyei rendőrfőkapitányság szóvivőjétől. A legjellemzőbb baleseti ok ismét a sebesség nem megfelelő alkalmazása és a követési távolság be nem tartása volt, illetve a szabálytalan figyelmetlen hátramenet. Kérjük a járművezetőket, hogy a hátramenet végrehajtása során legyenek körültekintőbbek és figyelmesebbek. Tolatás előtt többször győződjenek meg arról, hogy biztosítottak-e a biztonságos elindulás feltételei. Emellett jellemző az is, hogy a balesetet okozó járművezető adatai hátrahagyása nélkül távozik a helyszínről. Azonban, ha az érintettek nem értesítik a rendőrséget, vagy nincs szükség a jelenlétükre, kötelesek egymás számára hitelt érdemlően igazolni személyi azonosságukat, és megnevezni azt a biztosítót, ahol a járműre felelősségbiztosítást kötöttek. A rendőrség továbbra is felhívja a figyelmet, hogy minden utas csatolja be biztonsági övét is. Példaként említeném a múlt hét péntek este Máza belterületén bekövetkezett balesetet, amely során egy gépkocsi vezető balra egy kis utcába akart kanyarodni, azonban nem adott elsőbséget a szemből érkező járműnek, ezért összeütköztek. A két autóban összesen 4 utaztak, közülük 3 megsérültek, mert nem használták a biztonsági övet. Az ilyen és hasonló balesetek elkerülése érdekében fokozott óvatosságra, valamint a Kressz szabályainak betartására intenek az egyenruhások. Sikeres és eredményes a biológiai szúnyoggyérítés, mondja a szakértő. Ezt az új módszert valójában már több mint 40 éve alkalmazzák nyugaton, hazánkban azonban csak most kezdték el szakszerűen alkalmazni. Kemenesi Gábor azt mondja, azért hasznos ez a védekezési forma, mert így a gyökerénél szüntethetik meg a problémát. Jövőre már Pécsen is tesztelik a biológiai gyérítés hatékonyságát. Egy ilyen pocsolyában akár több ezer szúnyoglárva is fejlődhet. Bár többször is láthatták a pécsiek, ahogy az alacsonyan szálló repülőkből permetezik a rovarokat, ez nem a leghatásosabb módszer, mondja a szakértő. A szer ugyanis csak a kifejlett szúnyogok ellen használ. A kémiai gyérítés ez már a tűzoltás. Az akkor kell, mint ami most van, hogy már elárasztottak minket a szúnyogok, egyszerűen nincs más lehetőségünk, mint kémiai gyérítést végezni, ami szomorú, mert az ökoszisztémára azért komoly hatása van, és ezt most már az emberiség láthatja, hogy amikor egy kémiai szerrel dolgozunk, akkor egy nem szelektív kémiai szerrel annak komoly hatásai lehetnek. Ezért kezdték el alkalmazni a biológiai védekezést. Hazánkban még gyerekcipőben jár a technológia, de már jó eredményeket értek el a használatával. Kemenesi Gábor elmondta, ha jó időben és jó helyen alkalmazzák ezt a gyérítési módot, nem tudnak kikelni a lárvák, így nem is lesz szúnyog probléma. Hamarosan a Baranyai megyeszékhelyen is tesztelik ennek hatékonyságát. Pécs a Malomvölgyben fog elkezdődni úgymond kísérleti jelleggel egy biológiai lárvagyérítés. A terepbejárás megvolt, látjuk a lárvatenyészhelyeket. Innentől kezdve, amint jön újra egy árhullám vagy egy nagyobb eső, ami föltölti ezeket a tenyészhelyeket, akkor az biológiai kezelés alá fog kerülni, és várhatóan jóval kevesebb szúnyog lesz Malomvölgyben.
A szakértő kiemelte, emellett még mindig nagyon fontos a lakossági intézkedés, hiszen ezek a rovarok leginkább vízgyűjtőhelyek mellett élnek. Ez ellen védekezhetünk, például ne hagyjunk szabad vízfelületet, vagy a víztározó edényeket takarjuk le szúnyoghálóval. Hosszában úszta át a Balatont a fővárosi Kis Pingvin úszó és vízilabda előkészítő 18 gyermeke és 3 oktatója. Az egyedülálló 77 kilométeres teljesítményt hétfő reggel 6:30-kor Keszthelyről kezdték meg a fiatalok, akiknek a kihívással jótékony céljuk van. A résztvevők kedden délután Balaton akaratján értek célba. Érkeznek a keszthelyi jacht kikötőbe a kis pingvinek. A helyszínen szüleik és kísérőik várták őket, akik jó tanácsokkal látták el a fiatalokat az indulás előtt. Bár a gyerekek között akadt olyan, akik keresztben már átúszta a Balatont, egyeseknek ez volt az első hasonló megmérettetésük. A 10 éves úszók izgatottan néztek elébe a nem mindennapi eseménynek. Csapat összetartó lesz majd, remélem, a vízben, meg mindenhol, ugye, az edzőinkre bízzuk magunkat, ők vezetnek minket, bízok benne, hogy sikerül. Az indulás előtt közös fotók elkészítésére is volt lehetőség. A 77 kilométeres távot először kívánják teljesíteni gyerekekkel a szervezők. 2015-ben az úszóiskola edzői közül ketten tettek kísérletet a megvalósításra, az azonban többek között a nem megfelelő időjárási viszonyok miatt nem sikerült. A mostani kihíváshoz volt vízilabda válogatottak is csatlakoztak. A fiatalokat 3 felnőtt kíséri, sőt a megmérettetésnek jótékonysági szerepe is van, segíteni szeretnének általa. Elsősorban gyűjtünk a végtaghiányos gyermekeknek egy új tornateremre, nyilván a természetes vizek megóvására is szeretnénk felhívni a figyelmet, és minden mellett örülnénk, ha ugye minél több gyermek elkezdene úszni, sportolni és mozogni. A kezdetekkor mindannyian vízbe ugrottak, azonban a távot felváltva tették meg a fiatalok. Másfél óránként váltották egymást a 6-os csoportok. Az átúszást komoly felkészülés előzte meg, a gyerekek már január közepe óta végeztek nehezített edzést. A feladatot szakaszokra bontva úszták le, ugyanis az éjszakai órákban baleset megelőzési okokból nem haladhattak tovább a sportolók. Ugyancsak biztonsági szempontból 6 hajó kísérte végig az útjukat. A 77 kilométert megfelelő időjárási körülmények között haladva kedd késő délutánig teljesítették. Végül mutatjuk újra, miről szólt a híradó. Gyerekgyilkosság. Továbbra is börtönben marad a vádlott férfi. Aláírás. Kezdődik a bátaszéki agrárlogisztikai központ építése. Akadálymentesítés. 17 helyszínen 37 járdaszakasz újul meg Szekszárdon. Zöld szüret. A szekszárdi borvidéken csak néhányan szedték le zölden a szőlőt. Csütörtökön kissé emelkedik a hőmérséklet, mérsékelten meleg időben bízhatunk. Általában napos idő várható, legfeljebb csak elvétve fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor. Mára köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Viszontlátásra!